Egy humoros, de egyben izgalmas és fordulatokkal teli darab benne két nem igazán sikeres Shakespeare színésszel, akikre talán most rámosolyog a szerencse. A Babics Mihály Kulturális Központban a napokban mutatták be Ken Ludwig Primadonnák című színdarabját, stábunk pedig Medvecki Balázsjal és Varga Ádámmal beszélgetett a két főszereplő karakteréről, emellett erről a nem mindennapi darabról. Két Shakespeare-színész a, a főszereplő, Leo és Jack, ők nagyon jó barátok, és abból élnek, hogy világszerte, vagy hát főleg inkább Anglia szerte haknéznak Shakespeare összevágott darabokkal. És hát az a helyzet, hogy ők, ők nem a szakmájuk csúcsa. Tehát ezt azért be kell látni, hogy ők nem azok a top színészek, viszont amiben nagyon jók, hogy, hogy csibészek és szélhámosok. És a sors. Úgy, alak, úgy alakítja az ő életüket, hogy elszegődnek egy házhoz, és ott két lánynak adják ki magukat egy busás örökség reményében. Tehát igazából csalók, de szerintem nagyon fontos, hogy, hogy szerethető csalók, és a sok bohém és vicces jelenet ellenére itt azért. Teljes értékű emberi sorsokat láthatunk, és szerintem ez is nagyon fontos, hogy, hogy nem, nem csak viccelődés van itt, hanem, hanem szerintem mély sorsok, és érzelmek, és szerelmek, és barátságok, hullámvölgyek. Szóval, hogy egész komoly évek mennek végig ebben a darabban. És a, ami érdekes, hogy ez a két főszereplők tényleg színészek, tehát, hogy, hogy az egész darabot átszövi ez a színház a színházban játék. Egyébként a vízkeresztből van benne több jelenet és utalás, tehát igazából a vízkereszt az, az így átszövi az, az egész darabot. Borga Ádám Jack Bogártot alakítja kicsit visszahúzódóbb, majrézósabb, félősebb, tehát egy kicsit introvertáltabb figura, mint az ő barátja, Lió. Tehát ő, ő egy kicsit mindig így alájátszik, alá megy, nem ő hozza meg a döntéseket. Egy jó, jó lelkű fiú egyébként, nagyon szereti az ő legjobb barátját, Liót, és ők hűségesek egymáshoz, de azért mindig van egy pont, ami, ami az ő koordináta rendszerében már túl sok, ami neki már kényelmes. Ami, ami már kívül kerül az ő komfortzónáján, és persze mindig olyan szituációkban rángatja bele a, a Leo a jacket, hogy, hogy ő szegény mindig megszívja, de de van, azt gondolom, hogy van a, a történetben egy karakterfejlődése, tehát, hogy egy, a vége felé egy sokkal talpra esettebb és önmagáért kiálló figura lesz. Én Leo humphrey Hámfrit alakítom, ő egy ö, színész. In inkább én irányítom itt a dolgokat. Ö és ő meg így jön utánam, ha tetszik, ha nem, de, de, igazából ebből feszültség is adódik köztünk, és hát többnyire nyilván azért szeretném, hogy megtörténjenek bizonyos dolgok, mert, mert az én érzelmeim az, azokat diktálják. Tehát, hogy egy idő után háttérbe szorul az, amit ő akar, hogy ő szeretne, de hát, de hát van olyan csomószor, amikor én mondjuk, mondjuk azért akarom rábeszélni, nyilván azért, mert nekem érdekemben áll érzelmileg, de azért akarom rábeszélni bizonyos helyzetekre, hogy csináljon meg nekem dolgokat az Ádám, vagy hát a Jack, Jack Bogart, mert, mert tudom, hogy ő, őt is nagyon megfogta az a nő, az a másik nő, és így próbálom így így nagyon ügyesen, hát hogy mondjam, milyen, milyen szó ez így, így kitalálni, hogy, hogy neki is jó legyen, hogy, hogy belebeszélni az ő fejébe, hogy ez neked is nagyon jó lesz, neked is, nem csak nekem, hogy neked is nagyon jó lesz. Tehát, hogy igen, én, én kb. én irányítom itt a, a dolgokat. A másik nő, fogalmazott Medveczki Balázs, ebből pedig már önök is kitalálhatták, hogy a darabban az áhított hozomány mellett a szerelem lesz a főszerep, amelyért sokan szinte mindenre képesek, nem csak a színpadon, hanem éppen a való életben is. Én is csináltam olyat, hogy Tudom én, este tízkor legyél otthon. De miért nem tudok otthon, de legyél otthon, mert én én meg akarnak lepni valamit. De hogy már szakítás után tudod. <laughs> és így mindenre, tehát a fél tizenkettőkor én rohantam, sprinteltem át Budapesten, hogy meg tudtam valamit. És így, így futottam. Tehát szóval, hogy. Minden. És én szerenátot akartam adni az ablak alatt este tízkor egy, egy, egy gitárral. Tehát szóval, hogy. Ja. Igen. Medvecki Balázs hozzáfűzte a darab érzelmi mélysége és sokszínűsége, valamint a nővé átalakulás miatt ez a szerep igazi kihívás volt számára. Nagyon izgalmas dolog színészileg az, hogy, hogy tehát nyilván az előadás érdekében érdemes ugye valahogy a nőt azt így eszenciájában megfogni, szóval nem csak külsődleges eszközökhöz nyúlni, hanem hogy tényleg, hogy a, nő, hogy a lelke, a lelkülete az, az nő legyen. De e, úgy megcsinálni, hogy én, mint Leo Humphrey, nem vagyok jó színész, de én, mint Nedecki Balázs, csináljam meg ezt a nőt jól. Tehát, hogy ez, ezért gondolom ezt a szerepet egyébként nagyon nagy kihívásnak. A Primadonnák című darab tökéletes példája annak, miért szeretünk színházba járni. Egy bohózat, amelyen nevethetünk, mégis mondani valójával, mélységével, igazi, szívhez szóló színpadi produkció.